Otthon nyaral a magyar nyugdíjas, legalábbis ez derül ki egy friss kutatásból. Az adatok szerint Magyarország messze elmarad az uniós átlagtól, mert a havi járandóságból a többségnek gyógyszerre és rezsire futja. A kutatás szerint ráadásul a magyar nyugdíjasok nem csak nyaralásban maradnak le a többi európai ország nyugdíjasaitól. Az akciós újság és a műsorújság, mivel könyvre sem futja, ezek a legnépszerűbb olvasmányok. Meg is nézem, ha már világít a végső akarat. Nádas Pálné egyedül él egy békés csabai házban. Azt mondja, 22 éve lépte át utoljára az országhatárt, akkor Csehszlovákiába ment. Utazni még szeretne és bírna is, de a pénztárcája nem engedi, 80 ezer forint a nyugdíja. A rezsit kifizetem, az ennivaló pénzt félreteszem, ami egy hónapra nekem szükséges. A gyógyszert kiváltom, félretenni semmit nem tudok az ég egy a világon. Nemhogy nyaralásra, évek óta nem voltam sehol se, egy kirándulásra nem tudok elmenni. Így van ezzel a legtöbb magyar nyugdíjas. Az adatok szerint az Európai Unióban a nyugdíjasok 43,6%-a nem jut el nyaralni. Magyarországon ez az arány sokkal rosszabb, 79,4%. A kutatás szerint azok is, akik el tudnak menni valahova pihenni, kevesebbet költenek, mint az átlag. Azt látjuk, hogy egy francia vagy német nyugdíjas 7-szer annyit tud költeni nyaralásra, pihenésre, mint egy magyar, de még a szlovák nyugdíjasok is 2-szer annyit költenek erre a célra. A magyar nyugdíjasok a kutatás szerint nem csak nyaralásban maradnak le az európai átlagtól. Az unióhoz képest 3-szor annyi 65 év feletti egyedülálló van, aki nem engedhet meg magának húsételt legalább minden második nap. Ezen túl a magyar nyugdíjasok 75,4%-a nem tud finanszírozni egy váratlan kiadást. Az unióban ez az arány 40%. A szakértők szerint jóval korábban, már fiatalkorban el kellene kezdeni takarékoskodni a gondtalanabb nyugdíjas évekhez, de erre sokszor egyszerűen nincs pénz. A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikája szerint átlagosan 120 ezer forint mínuszba kerül egy magyar háztartás a hónap végére, amit görget maga előtt.